Hajdú-Bihar után Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is átalakult az ügyeleti rendszer március 1-én. Korábban a törvény szerint ez az önkormányzatok kötelezettsége volt, most már azonban az országos mentőszolgálat feladata ennek szervezése. Ez jelenleg két ellátási időszakot jelent délután 4-től este 10-ig, valamint 10 órától másnap reggel 8 óráig. Az elsőben a korábbi 20 ügyeleti pont helyett 13 plusz egy gyermekpont működik, míg az éjszakai időszakban 5 plusz egy ügyeleti pont maradt a vármegyében. Változást jelent az is, hogy míg a házi orvosoknak korábban kötelező feladatellátás volt az ügyelet, ez most önkéntes lett. A korábbi hajdú-bihari tapasztalat is az volt, hogy a kollégáknak körülbelül 20%-a az, aki aláért az OMSZ ügyeletre és a működésben részt vesz. Döntően azok, akik egyébként korábban is az ügyeletekben többször és többet ügyeltek. Ugye ismerős, meg ismert a háziorvosi korfa. Itt a megyében ez talán még egy picit rosszabb is, mint az országos átlag. És ahogy egyébként Nyíregyházától a országhatár felé haladunk, egyre rosszabb. A Csengeri térségben 67 év feletti az átlag életkor a Csengeri járásban. Ugye ez okoz nehézséget, egy idős háziorvosi korosztályra kell tulajdonképpen az ügyeleti kötelezettséget, ezt az éjszaka vagy este végzett feladatot rá terhelni, ami nehézséget okoz. Ezért akkor, amikor erre lehetősége lett a háziorvosoknak, és most már önkéntesen dönthetnek azt illetően, hogy vállalják-e az ügyeleti szolgáltatót vagy sem, többen az idősebb kollégák közül azt mondták, hogy akkor ezt az ügyeleti feladatot ők már nem tudják vállalni. Az átszervezés oka az volt, hogy egymás mellett párhuzamosan működött a házi orvosi, a sürgősségi és a mentőszolgálat ügyeleti rendszere, ennyi erőforrás azonban nincs a rendszerben. Célszerű volt egy kézbe helyezni, az országos mentőszolgálatnak átadni az irányítást. Így most már a 1830-as számot kell hívni, ha házi orvosi rendelési időn kívül tapasztalnak panaszokat a betegek. Mint az orvosi kamara megyei elnöke fogalmazott, minden indulás nehéz, minden új dolgot meg kell szokni. Vannak pozitív visszajelzések is, hogy már a 1830-as számnak a hívásával a telefonon kaptak olyan tanácsot, ami segített abban, hogy a következő házasi rendelésig a panaszai orvosóval legyenek. Ugye, hiszen az ügyeleti szolgálat az arról szól, hogy olyan panaszokkal jelentkezzen a beteg, ez nem egy kényelmi szolgáltatás, nem egy meghosszabbított házi orvosi rendelésről beszélünk, sokszor sokan így gondolnak az ügyeletre, hogy hát nem értem el a házi orvosomhoz napközben, és akkor bemegyek az ügyeletre. A háziorvosi ügyeletnek az lenne a funkció, ez egy sürgősségi ellátási mód. A háziorvosi ügyeletnek az a funkció, hogy olyan panaszok megbetegedés kapcsán, ami jelentős panaszt okoz, és nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, amikor az én háziorvosom rendel, azzal lehet felkeresni az ügyeletet, és akkor ott ellátást nyújtanak. Azokon az ügyeleti pontokon, amik nem a sürgősségi osztályok mellett vannak a vármegyében, döntően nem változott az ellátásban semmi. Azonban, ahol a kettő egymás mellett van, ott igen. Az úgynevezett triásban egy szakképzett ápoló veszi fel a panaszokat, és ez alapján egy ötös skálán eldönti, hogy mennyire súlyos az eset. Enyhe panasznál a házi orvosi ügyeletre küldik a pácienst, így a sürgősségi ellátásra is kevesebb beteg jut, és hosszú órás várakozások helyett a házi orvosi ügyeleten akár fél órán belül is megfelelő ellátást kaphat.